Jesus. Kérlek, hogy mindenkit vonj magadhoz. Let your name be glorified. Magasztaljuk föl a te szent neved. Thank you for the evangelist who spoke to us. Köszönjük az evangelizátorokat. We will walk even in the light that we have received. Mert hogyha nem lenne az evangélium, és akkor nem tudnánk belenekülni. None of us will leave as we have come. Nem lennénk azok, akik kiváltunk most. Legyen áldott a te szent neved. In Jesus' name we pray. Jézus nevében. Please, I'm going to ask that you pray one prayer for yourself. I want you to pray that, Father, Uram, Atya, do something in my ministry. Do something in my life that will change my ministry forever. That this weekend will not be in vain. Shall we pray to the Lord? Please pray to the Lord and say, Father, please do something in my life even this weekend, oh God. Change my ministry for good. Anoint my ministry for good. Kent fel az én szolgálatomat. In Jesus' name we pray. Amen. And so, Father, we want to say thank you. Blessed be your holy name. King of glory, ancient of the... Oh, I've forgotten, sorry. Father, thank you. Legyen fölmagasztalva a te szent neved, Atyánk. For hearing our prayer. Azért, hogy meghallgatod a mi kérésünket. We give you praise. Áldunk téged és imádunk téged. We give you glory. Neked adjuk a dicsőséget. In Jesus' name we pray. Jézus nevében. Amen. Praise God. We are gathered here today to for a purpose. We are not gathered. We do not gather in vain. Nem hiába gyűjtünk. I'm so sorry. Please, you need to tap me each time. I keep forgetting. No, just tap me. Nem hiába gyűjtünk ezen a hétvégén össze, hanem egy cél miatt. And we are gathered because we want fire of the Holy Spirit. Mert szeretnénk elkérni a Szent Léleknek a tüzét. I am mindful. I am aware. És én tudatában vagyok annak. Of the theme. The theme of the title of this conference. Igen, tudom, hogy miről szól majd ez a konferencia. It is rekindling the mission fire. Újra megtalálni a tüzet a misszióban. That supposes. Ami azt feltételezi. That there was fire before. Hogy ezelőtt már volt benne tűz. The fire has gone down. És ez a tűz, ez elaludt. Or vagy, you want to increase your fire. Vagy még inkább fel akarjuk szítani ezt a tüzet. And I pray that the Lord will hear our prayer. És remélem, és imádkozok azért, hogy meghallgatja az Úr a mi imánkat. In Jesus' mighty name. Jézus fenséges nevében. By the time you consider what is going on in Europe. Amikor összegezzük, hogy most mi is megy Európában. You will agree. Egyetértesz azzal. That the fire for missions has gone down. Hogy a misszióknak a tüze az valóban parázslik. More than ever before. Jobban, mint korábban. We need the fire of the Holy Spirit. Szükségünk van a Szentléleknek a tüzére. In order to do the work of God. Azért, hogy meg tudjuk cselekedni Istennek a művét. But you know, and I'm sure you know. De biztos vagyok benne, hogy tudjuk. That parental authority over children has been reduced. Hogy a szülői authority. Igen, felelősség. Felelősség is csökkent manapság. Yes, it has been reduced. I'm not sure about most of the countries here, but I know that children, things can happen to children, like they can change their sex without the authority, without even the parents knowing.
Tehát, hogy nem tudom, hogy mi történik más országokban, de az biztos, hogy, hogy anélkül is például megváltoztathatják a nemüket a gyerekek, hogy ez a szüleik egyáltalán tudnának róla. Traditional Christian family values. Az a hagyományos keresztény család az, az őrzi az értékeket. Has been watered down. És ez mind el lett mosva. And how did they do this? És hogyan történhetett ez meg? By promoting sexual proximity. Hogy a szexuális szabadosságot elkezdték hirdetni. And you discover that there are many young people. És azt is láthatjuk, hogy nagyon sok olyan fiatal in the whole of Europe, egész Európában, who are single parents. Akik egyedülálló szülők. And because sex is free, és azért, mert a szexualitás szabad, they make abortion legal. Ezt úgymond legálissá is tették. Divorce too is easy. Elválni nagyon könnyű. És az abortuszt is legálissá tették. Yes. And we begin to ask ourselves. És ilyenkor megkérdezzük magunkat. Why is this so? Miért történnek ezek? Particularly when the Bible says. Mert hogy a Biblia azt mondja. That you and I are the light of the world. Mert hogy te és én, mi vagyunk a világ világossága. And the Bible tells us. És azt mondja az ige. That the light shines. Hogy a világosság az világít. In the darkness. A sötétségben. It will not overcome it. In the darkness cannot overcome light. És a sötétség nem tudja befogadni a világosságot. There is no doubt. Nincs abban kétség. That we need the fire of the Holy Spirit. Hogy szükségünk van a Szentléleknek a tüzére. If you have looked at the letters of Jesus to the church, to the end time church in Revelations. Hogyha a jelenések könyvében megnézzük Jézusnak az üzenetét. We see. Látjuk. That in Revelations chapter 2. Hogy a jelenések könyve 2-ben. Jesus is walking in between the churches. Hogy Jézus jár a gyülekezetek között. But by the time we get to his letter to the seventh church. De hogy mire odaér a legutolsó, a hetedik gyülekezethez. Of Laodicea. A Laodiceaiakhoz. Jesus is no longer in the church. Már nincs benne a gyülekezetben. He's now outside the church. Most már kívül van ez a gyülekezeten. And Revelation 3:20 tells us. A jelenések könyve. Revelations chapter 3. A harmadik fejezet. Verse 20. A 20-as versben azt mondja. Tells us. Azt mondja. That Jesus Christ is knocking at the door. Hogy Jézus az ajtón kopogtat. Outside the church. Kívül a gyülekezeten. And he's knocking so that he can come in. És azért kopog, hogy bejöhessen. He says, behold, I stand at the door and I knock. Azt mondja, hogy itt állok az ajtó előtt és kopogok. If any man. És bárki. Open the door. Aki beenged. I will come in. Akkor be fogok menni. And will sup with him. És vele fogok étkezni. The call. The call of Jesus. Jézusnak a behívása. And the theme of this weekend. És ennek a hétvégének a témája. Is to any man. Ez mindenki számára elérhető és mindenkinek szól. God is looking at each and every one of us. Mindenki iránt, mindenkire felelősség. He has not gathered us in vain. Nem hiába jöttünk most össze. By the special grace of God. By the special grace of God. Isten kegyelme által. Yes. God will have his way in our lives. Isten meg fogja cselekedni, amit akar a mi életünkben. Now, before we do. Before we look deeper in the Word of God, mielőtt mélyebben belenézünk Isten igéjébe, I want to make some assumptions.
néhány kijelentést szeretnék tenni. I'm assuming that you are a born again child of God. I'm assuming you are born again. You are a Christian. Igen, tehát én egy keresztény ember vagyok. I'm assuming that you have had a definite encounter with the Lord. Ja, és feltételezem, hogy we have basically, hogy már van tapasztalatunk Istennel. I am assuming. És azt is feltételezem. That you have a salvation story. És hogy megvan a mi megtérésünknek már a története. And that you have met the Lord. És hogy már találkoztál az Úrral. And there are notable changes in your life. És vannak fontos változások az életedben. John the Baptist told us. Keresztelő János azt mondja. He said we must bring forth fruit. Hogy azt akarja, hogy gyümölcsöt. Worthy of repentance. Hogy gyümölcsöt hozzunk, hogy megtérjünk. Amen. I'm also assuming. És azt is feltételezem. That the word of God is important to you. Hogy a that the word of God is important to you. Hogy az Isten igéje fontos számunkra. That you believe the word of God. Hogy el is hisszük Isten igéjét. That you obey the word of God. That you obey. És hogy engedelmeskedünk Isten igéjének. Amen. And I also want to assume. És azt is fel szeretném tételezni. That you did not call yourself into the ministry. Hogy nem te hívtad meg saját magadat a szolgálatra. But that God has called you. Hanem Isten választott ki téged a szolgálatra. Because the Bible says. Mert azt mondja az ige. No man. Hogy senki. Takes this honor that is being in the ministry. Hogy senki nem önmagának tartja meg ezt a. Unto himself. Az ajándékokat nem magának tartja. You have to be called. Hanem erre elhívást kapunk. Praise the Lord. És áldjuk az Urat. If you can answer yes to all of these assumptions. És hogyha ezekre a feltételezésekre mindre igen tudunk mondani. Then we have a correct basis. Akkor van egy nagyon jó alapunk. To relate. Hogy ezután tovább menjünk. At this conference. És részt tudjunk venni ezen a konferencián. And to be a tremendous benefit. És hogy ebből nagyon-nagyon tudjunk majd gyümölcsöt. To each and every one of us. Mindannyian. This evening, I'd like to talk to us most arról szeretnék beszélni, about the role of consecration. Oh, Lord, what God is consecration? The role of consecration, the role of giving yourself, giving the role of giving yourself completely. Igen, tehát a teljes átadásról szeretnék beszélni. In rekindling the mission fire. Abban, hogy újra feszítsük a tüzet a misszióban. I want to explain consecration to us. Szeretném elmagyarázni ezt a teljesen átadást. What is consecration? Mi ez a teljesen átadás? Consecration. Ez a teljesen átadás. Is giving yourself completely. Hogy odaadjuk, odaszálljuk magunkat teljesen. To the Lord. Az Istennek. As a living sacrifice. Mint élő áldozatként. Paul told us. Pál azt mondja nekünk. That he says that I beg you, brethren. Könyörgök nektek. By the mercies of God. Hogy az Istenre. That you present your bodies. Hogy a testeteket. A living sacrifice. Hogy a testeteket élő áldozatul odaajánljátok az Úrnak. Holy. Szent. Acceptable. És elfogadható. Which is well pleasing to God. Amely örömére szolgál az Úrnak. And that is our reasonable sacrifice. That's our reasonable service. És ez az elfogadható szolgálatnak a kulcsa. When we talk about sacrifice. És amikor a
Az áldozatról beszélünk. I want you to have a picture of the Old Testament. Szeretném, hogyha megjelenne egy kép előttetek az Ószövetségből. So they bring a lamb for sacrifice. Általában bárányt. And then they lay it on the altar. És lefektették az oltára. Once it is on the altar. És amikor már ott van az oltáron. The life has gone. Akkor elvesztik az életüket. The one who has brought it. The one who brought the lamb. Az, aki meggyújtja. It doesn't belong to him anymore. Most már nem az övé. It now belongs to God. Most már Istenhez tartozik. When we talk about consecration. Amikor a teljesen átadásról beszélünk. You also are a living sacrifice. Te is ugyanígy egy élő áldozat vagy. Your life is on the altar. Az életünk az oltáron van. The altar of God. Az Isten oltára. It is no longer your own. És már nem a miénk az életünk. It is for God to use. És most már Istenért és Istennek ajánljuk fel az életünk. In His service. Az ő szolgálatára. Or for His pleasure. Vagy az ő örömére. We are completely in the hands of God. Teljesen Isten kezébe vagyunk. Before consecration. Mielőtt átadnánk magunkat. We could pursue our own goals. We could pursue our own goals. Csak a magunk örömét, a magunk javait mutatjuk. We could do whatever we like. Azt csinálhatunk, amit szeretnénk. We can go anywhere we like. Oda megyünk, ahova. We can behave any way we like. Úgy viselkedünk, ahogy szeretnénk. But once you are a consecrated person. De amikor már átadtad magadat Istennek, once you are a living sacrifice, amikor ebben az áldozatként élsz, your life is not your own. Akkor már nem a tiéd az életed. The Bible says, azt mondja az írás, in 1 Corinthians 16:19, a Korintusi Levél 16-os fejezet, it says that your body is the temple of the Lord. Hogy a testünk az Istennek a temploma. You are not your own. Már nem magunkéi vagyunk. Praise the Lord. Amen. When we present ourselves. Amikor when we present ourselves. Amikor nyilatkozunk magunkról. As a living sacrifice. Mint egy élő áldozat. We need to know. Tudnunk kell. That we are saying. Hogy mi szentek vagyunk. I do not belong to myself. És nem magunkhoz tartozunk már. I belong to Jesus. Már Jézushoz tartozunk. I am here for Jesus. Jézus miatt vagyok itt. And I pray that I satisfy Jesus. És remélem, hogy ez örömére szolgál Jézusnak. Consecration is deliberate. Az teljesen átadás az akaratlagos. Consecration is personal. Personal. Tehát, hogy ez egy személyes dolog, ezt nekünk kell elhatározni. It is intentional. Mi hozzuk erről a döntést? It is purposeful. És ennek van célja. It is not something that is wishful. Nem olyan, amit így szeretnénk megcsinálni, de it has to be deliberate. Ennek tudatos döntésnek kell. Praise the name of the Lord. Amen. One thing I can assure every one of us here. Egy dolog, amit is that if anyone here, if anyone here, hogy bárki itt, or anyone watching us online, vagy aki most bennünket néz. Make up their mind. Make up your mind. Igen. Elhatározza magát. To rededicate. Hogy újra oda szánja magát. Reconsecrate. És újra teljesen átadja magát. Or recommit your life. Újra oda szánja magát. The Almighty God. A mindenható Istennek. Will ensure that you don't leave this week, you don't leave this conference the same. Meg fogja mutatni neked a mindenható Isten, hogy nem fogod ugyanaz az emberként elhagyni ezt a konferenciát. I would like to look at a case study.
Szeretnék in the Bible. A Bibliában a case study. A case study. An example. Egy példát szeretnék. Okay, of a man of God. Isten emberéről. Who was on fire? Akit égetett a tűz. Lost his fire. Aki elvesztette ezt and how will he kindle that fire? És hogyan szította föl magában újra Isten tüzét? Would you turn your Bibles with me, please? És nyissuk ki a Bibliánkat. To the book of Exodus. A Mózes 2, kivonulás könyvénél. Yes, and then can we read from verses 1 to 5? 1 to 5. 1 to 5. Yes, you read Exodus chapter 3. Chapter 3. You read for us. I will. And then those of us who speak English, három, you will follow. Három, igen. Exodus chapter 3. Yes. From verses 1 to 5. From 1 to 5. És akkor I should read it. Yes, please. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Mádián papjának a juhait legeltette. Egyszer, amikor behajtotta a nyájat a puszta belsejébe, eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ekkor megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor lángol, de nem ég el. Erre Mózes így szólt. Oda megyek, megnézem ezt a különös látványt, miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, szólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és azt mondta, Mózes, Mózes! Ő azt felelte, itt vagyok. Az Úr ekkor így szólt, ne közelíts ide, old le lábadról sarodat, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. Praise the Lord. May the Lord bless the reading. And the hearing of his word. És ahogy halljuk ezt az írást. In Jesus' name. Jézus. First of all, elsőként, we need to remind ourselves. Emlékeztetnünk kell magunkat. What the man of God. Hogy milyen is az Istennek számára. I'm talking about Moses. Most Mózes. The prince of Egypt. Egyiptom hercegéről. And the missionary deliverer to the children of Israel. És az, aki kivezette Izraelt Egyiptom földjéről. What is he doing far away from his assignment? Mit csinál ennyire messze az ő hivatásától, az ő küldetésétől, Egyiptomtól? Moses started very well. Nagyon jól kezdte el a pályáját. Incredibly well. Hihetetlenül jól. His father. Az ő apja. His mother. Az ő anyja, his sister, és a testvére, beautiful Christians, so to speak. Úgy mond, nagyon jó keresztények. Women and women of faith. Mindannyian. So much so. Úgyhogy. That when Pharaoh said. Amikor a fáraó azt mondta. We must kill all the young boys. Meg kell ölnünk all the babies kisdedeket, born to the Israelites. Az izraelitákat. That they were to throw them into the river Nile. És a Nílusba tették ezért Mózest. The parents, the mother and the father of Moses. Az Mózes szülei came together összejöttek, and by faith. És hit által they put him in a basket. És hit által beletették őt egy kosárba. And the Lord God honored their faith. És hagyták, hogy Isten vezesse őket hit által. God arranged. És Isten that Pharaoh's daughter, Pharaoh's daughter. The daughter. Fáraónak a lánya. Yes, Pharaoh's daughter. Now paid. Éppen ott fürdött. The mother of Moses. És Mózesnek az édesanyja. To nothing. To look after semmit, him. Semmit nem tett, hogy gondoskodjon róla. He grew up. És fölnőtt. Learning about God of Israel. Úgyhogy tanult Isten. Izrael istenéről. On his mother's knees.
anyának az ölén. And Jochebed. Jochebed. The mother of Moses. És Mózes édesanyja. Taught him about Abraham, Joseph, taught him the history. Igen, és ahogy az anyja, mint szolgáló lány, tanította őt, elmesélt Ábrahám, Izsák történetét, és mindenkit, aki fontos volt. She taught him about the living God. És tanította őt az élő Istenről. So much so, úgyhogy, that at the age of 40, 40 éves korára, he made a radical decision. Tett egy nagyon erőteljes döntést. That became a turning point in his life. Amely egy fordulópontot jelentett az életében. That turning point is recorded. És ez föl van jegyezve, ez a pont. In Hebrews chapter 11. A zsidókhoz írt levélben, a 11-es fejezetben. Maybe you can read it first, and then somebody who has it in English can read it over there. Hebrews chapter 11. Mivel hit, azért tagadta meg Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leányának fia. Inkább azt választotta, hogy gyötrelmet szenvedjen Isten népével, mint hogy az ideig óráig tartó bűn gyönyörűségét élvezze. Az egyiptomiak kincsénél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mert a jutalomra tekintett. Mivel hitt, azért hagyta el Egyiptomot, és nem félt a király haragjától, mint egy látva a láthatatlant álhatatos maradt. Praise God. Can somebody read for us in English, anybody? Oh, are we all Hungarians? Yes, please. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt. For he was looking to the reward. He was looking for a reward. He was looking for a reward. And I want us to know that it was not a casual decision. Szeretném, hogyha tudnánk, hogy ez nem csak egy ilyen hétköznapi döntés volt. He had sat down. Leült. Made up his mind. És megváltoztatta az ő gondolkodásmódját. Megváltoztatta a gondolkodásmódját, meghozta ezt a döntést. He was no longer going to be called the son of Pharaoh's daughter. És most már nem a fáraó lányának a fiának mondják. He was no longer living in the palace. És már nem a palotában. He was no longer eating the food of the palace. És már nem a palota bőséges étkeit eszi. He was now going to be like a slave. És he is going to be a slave. És most már egy rabszolgaként fog élni, ahogy Izrael többi. Like the children of Israel. Igen, Izrael többi gyermeke. Because he was looking for something. Mert most már valamit keresett, most már valakire tekintett. May I let us know, brethren? May I say to you, brethren? Szeretném ezt elmondani. May I say to you? May I tell you? Igen, mondhatom-e nektek? Oh, you said it, sir. Unless you see something, amíg nem látsz valamit, you will not be able to make such a decision. Addig nem fogsz tudni meghozni egy ilyen döntést. Unless you have the grace, amíg nincs meg a kegyelem, to see the invisible, hogy lásd a láthatatlant, to see that there are some treasures by following Jesus. Ezeket a kincseket úgy, hogy azért, hogy követed Jézus. You will not be able to make decisions like that. Nem fogod tudni meghozni ezt a döntést. So my prayer for each and every one of us.
Úgyhogy az imám mindannyiunk. Is that the Lord will open our eyes. Hogy nyissa meg a szemünket Isten. So that we will see. Úgyhogy látni fogjuk. The invisible. A láthatatlan. And hear the inaudible. És halljuk a, amit nem hallunk. In Jesus' mighty name. Jézusnak a fenséges nevében. It is with this zeal. It is with this zeal. It is with this passion. És ezzel a szenvedéllyel és lelkülettel. That he went to see his brethren. Elment a testvéreit megnézni. In Goshen. Goshenbe. And when he got there. És amikor odaért. They didn't accept him. Nem fogadták el. He tried to explain. Próbálta magát megmagyarázni. He even killed an Egyptian. Még azt az egyiptomit is megölte. But they rejected him. De ők visszautasították Mózes. They said, who made you? Ki tett téged ilyen? A leader. Egy vezetővé. Over us. Hogy felettünk állsz. Unless God makes you. Majd hogyha Isten tesz téged vezetővé. You cannot rule over anyone. Akkor most senki fölött nem Moses was afraid. Mózes elkezdett aggódni. Because Pharaoh too wanted to cut off his head. Mert a fáraó ki akarta őt végeztetni. So he ran away. Úgyhogy elmenekült. He was greatly discouraged. Elvesztette minden önbecsülését. And he stayed with Jethro. És Jethróban volt. A priest in Midian. Who became his father-in-law? Aki az ő apósa lett. He spends the next 40 years. És a következő 40 évet. Far away from his assignment. Az ő küldetésétől messze tölti. And dreams of being a missionary. És arról álmodik, hogy egyszer majd missionári. The fire had gone down. És most a tűz az csak parázs. There was no more fire anymore. Nem is, nincs is már tűz benne. All he had was ashes. És már csak a hamu van. Maybe you too have received the call of God. Valószínűleg megkaptuk Istennek a hívását. And you have launched out. És már el is indultunk. You've launched out by faith. És a hittel ki is léptünk. Made up your mind that you will no longer be a professional. You won't be an engineer, you won't be an engineer, you won't be a doctor, you won't be a scientist, you are not a professional anymore. Most már nem annak a hivatásnak élünk, amit dolgoztunk. You want to live for Jesus. Hanem Jézusért akarunk élni. You want to live by faith. És hitből akarunk élni. Your life is now an offering. You pour your life out as an offering. És most úgymond Isten elé öntjük a mi életünket, mint felajánlás. You are ready to go to the nations. És most már készek vagyunk arra, hogy menjünk a nemzetekhez. You are ready to suffer affliction. Készek vagyunk, hogy elszenvedjük a visszautasítást. You decide. Eldöntöttük. That it is Jesus or nothing. Hogy Jézussal vagyunk, vagy senkivel. You decide that rather than silver or gold. Hogy Jézus az több, mint az arany vagy az ezüst. Or European euro. Vagy az euró. You will only have God's riches. Hogy csak Isten gazdagságának élünk. But something happened along the way. De valami történt így az út során. You two have become discouraged. Valamiért elbátortalanodtunk. Some of your expectations were not met. Ezeket az elvárásaink valamiért nem teljesültek. It's possible that your message was not well received. Lehet, hogy az üzenet, amit mondtunk, azt nem jól fogadták. By faith you prayed for the sick. Hittel beszéltünk. And they were not healed. És nem gyógyultak meg az emberek. Or maybe you are looking at the results of your colleague. Vagy a kollégáinkra. And you are doubting the call of God upon your life. És abban is kétségünk van, hogy Isten elhívott-e minket. Maybe you preached powerfully. Lehet, hogy nagyon erőteljesen prédikáltunk. And nobody gave their life. És senki nem adta át az életét. You are beginning to doubt. Úgyhogy elkezdünk kétségbe esni. Did God actually call me to this thing? Tényleg Isten elhívott engem erre a szolgálatra? If you fall into this category, hogyha ebben a kategóriában esünk, what you need is fire.
akkor tűzre van szükségünk. A rekindling of the fire of the Holy Ghost. Hogy újra felszítsa bennünk a tüzet. A fire for missions. A misszióhoz. Souls. És a lelkeket. And also the nations. És hogy tudjunk felmenni a nemzetekhez. This evening as we lift up our heads. Lift up our heads. To the hills. As we lift up our heads to the hills. Igen, hogy ahogy a szemünket a hegyekre emeljük. We need to recognize. Észre kell vennünk. That our help. Hogy a segítség. Can only come from the Lord. Hogy a segítségünk csak az Istentől. May I say this to you? Hogy ezt mondom nektek. Every one of us. Mindannyiunk. God never makes a mistake. Mindannyiunk esetében Isten soha nem Romans, hibát. In Romans chapter 11. A rómaiakhoz írt levélben a 11-es fejezet. Verse 29. A 19-es versnél. It says that the gifts. Isten nem bánja meg ajándékait. And the calling. Igen. Isten nem bánja meg ajándékait. Of God. Hívását. Are irrevocable. Isten nem bánja meg és nem vonja vissza ajándékait és hívását. The New Living Translation. Another version. Egy másik fajta verzióban. Says the calling of God. Az Istennek a hívása. Cannot be withdrawn. Nem vonható vissza. Once He has called you. Amikor már egyszer elhívott téged. He will not uncall you. Nem fogja ezt visszavonni ezt a hívást. In Jesus' mighty name. In fact, God's words version. I like that one. He says, God never changes his mind. Isten soha nem változtatja meg az ő döntését. When he calls someone. Amikor elhív valakit. Meaning what? I mean, what does that mean? Mit jelent ez? There is hope for you. Hogy mindannyiunk számára van remény. There is hope for me too. Még számomra is van. I say there is hope for every one of us. Mindannyiunk számára van remény. I'd like to read a scripture to us. Szeretnék felolvasni egy verset. In Job chapter 14. Job könyvében 14-es fejezet. Job chapter 14. Sorry, my sister who has been reading, you will read for us. After we have read this one. Job chapter 14. Mm-hmm. Which one? 7. 7? 7 to 9. 7 to 9. Jó. Mert van ugyan reménye a fának, ha ki is vágják, újra sarjadzik, és ágai kihajtanak. Ha meg is avul a gyökere a földben, ha el is hal törzsöke a porban, már a víznek szagától is kifakad, és ágat hajt, amikor kiöltették. Praise God. My sister, what's your name? Bonita. Oh, Bonita. It's a very nice name. Please, Bonita, read for us. Job chapter 7, verse 13. No, Job chapter 14. Job 14. Verses 14. 7 to 9. Job 14, verse 7. To 9. Yes. For there is hope for a tree, if it be cut down, that it will sprout again and that its shoots will not cease. Though its roots grow old in the earth and its stump die in the soil, yet at the scent of water it will bud and put out branches like a young plant. Praise the Lord. If there is hope for a tree, hogyha egy fának is van reménye, there is hope for you. Akkor nekünk is van reménye. And there is hope for me too. És nekem is van reménye. For those who have been cut down by situations and circumstances. És hogyha azokat, akik úgymond kivágattatnak különböző szituációkban, helyzetekben. For those who think they are too old for the work. Például túl öregnek gondolják magukat egy munkára. Or who think that time has passed them by. Vagy azt gondolják, hogy már elszaladt rajtuk az idő. Or who are like Moses, very discouraged. Vagy mint Mózes, hogy nagyon bátortalanok. For those whose zeal, whose passion is dead. Hogyha a
az életüknek a szenvedélye is meghalt. May I announce to you tonight? Akkor hadd hirdessem nektek. That at the scent of the water of the Holy Spirit. Hogy a Szent Lélek vizének az illatától. At the scent of the water of the Holy Spirit. A Szent Lélek vizének illatától. That vision will be born again. Hogy ez újra életre fog kelni. And it will become clearer. It will become clearer. The vision will become clearer. És ez a vízió tisztább lesz. The anointing will flow again. És a kenet újra áradni fog. That passion will be rekindled. És ez a szenvedély újra tüzet fog kapni. And it will consume you. És ez el fog bennünket emészteni. And the fire of the Holy Spirit. És a Szent Léleknek a tüze. That brings revival. Ami új életet hoz. Will revive you again. Ismét újra fog éleszteni. May it fall upon every one of us. Mindannyiunkra, hadd áradjon ez. This weekend. Ezen a hétvégén. In the name of Jesus. Jézus nevében. Wherever you are. Bármilyen helyzetben wherever you are. And when I say wherever you are, I mean wherever you are in God. Hogy Istenben most épp hol vagy. You are not out of the reach of God. Nem vagy távol Istennek a kezétől. Or out of where his hand can reach. El tud érni mindenképpen a kezében. That is where the hand of God can reach. Mert kéz közelben vagy. God can reach you. Mert el tud érni téged. And he will reach you. És even this weekend in Jesus' name. Ezen a hétvégén is el fog érni. So let's go back to Exodus chapter 3. Menjünk vissza a kivonulás könyvének 3. And let's begin to see. És nézzük. How God reaches out. Hogyan nyúl ki, hogyan éri el Isten. Even to Moses. Még Mózest is. Remember we read verse 1. Okay. Remember we read verse 1. Az első verset elolvastuk. Yes, where we see Moses. Amikor látjuk Mózest. Leading the flock. Ahogy hajtja a nyájat. To the back end of the forest, of the desert. A sivatagnak a végénél. He was leading his father-in-law's sheep. Az apósának a nyáját legeltette. I want to say to us very quickly before we move away. Még gyorsan elmondom. That we see a pattern. We see a pattern. Pattern. We see a parent. A pattern. A way. A way. A sequence. Igen, a sequence. A pattern. Okay. A pattern. Igen. Tehát egyfajta folyamatosságot, ismétlődést látunk. In God's dealing with every man. Ahogy Isten bánik az emberekkel. If he has called you. Hogyha bennünket elhívott. I want you to note this pattern. Szeretném, hogyha tisztában lennél ezekkel az ismétlődésekkel. Number one. Az első. Number one. We see that he led the flock to the back end of the desert. Látjuk, ahogy elvezeti a nyájat a sivatag végéhez. God will not use a lazy man. Isten nem fog egy lazy, You must be a hard-working person. Tehát nem fog egy lusta embert választani Isten a munkára, tehát keményen kell dolgoznunk. If you take time, hogyha időt szánsz rá, to look at everybody in the Bible. Hogyha időt szánunk arra, hogy mindenkit végigvizsgáljunk, that God called. Akiket Isten elhívott. They were doing some work at that time. Azt látjuk, hogy mindenki keményen dolgozott. Is it Gideon? Gedeon például. Is it David? Dávid. Gideon was threshing wheat. David, he was looking after the sheep. Tehát, hogy Dávid is ugye legeltette a nyájat, Gedeon is aratta. God will not use a lazy person. Isten nem fog egy lusta embert választani. Number two. A második. You have to be under authority.
You have to be under authority. You have to be... Igen, törvény alatt el kell, hogy állj. Yes, you have to... Moses, on his way to being rekindled, Moses, on the... Who is about to be rekindled? Tehát, oh, dear. Igen, tehát, hogy Mózes, aki újra keretet kap, köszönöm. Okay, I'm sorry. I'm just trying. I can't... Okay. Try to... we need to look at him very carefully. Uh-huh. Tehát nézzük meg őt alaposan. It is not enough. Ez nem elég. To want to be rekindled. Hogy azt szeretnénk, hogy újra fel szítsa bennünk a tüzet. You must follow what is on the ground. Követnünk kell azt, hogy mi van a földön. You must follow people who became rekindled. What did they do? Követnünk kell azokat az embereket, akik újra tüzet kaptak, és azt a példát kell nézni. Moses was under the authority of his father-in-law. A Mózes az apósának a törvénye alatt élt. A man who cannot obey. Az az ember, aki nem tud engedelmeskedni. Who cannot submit to a man's authority? És nem tudja alávetni magát a törvénynek. Cannot obey God's authority. Nem tud szolgálni sem a törvény alatt. And I want you to know God respects authority. És azt akarom mondani, hogy Isten tiszteli a törvényt. In the work of God. Isten művében. There is no lone angel. Oh, there is no, oh dear, one man army. You just go, one man, a lone ranger. I don't know if you can. Nincsenek magányos farkasok. Lone, L-O-N-E. Magányos farkas. N-E. Lone. A lone ranger. Igen, tehát ilyen magányos farkasok nincsenek. God respects authority. Tehát Isten tiszteli a törvényt. Do you remember? Emlékszel-e arra? When God wanted to bring Samuel into the ministry. Amikor téged szeretett volna valahova elvinni, when he wanted to anoint him. Amikor föl akarta őt kenni. Samuel was going to bed. Samuel was about to go to bed. To sleep. Valaki éppen alváshoz készült. He was about to go to bed. And God called him. És Isten hívta őt. He says, Samuel. Samuel. Igen. Samuel, most már értem. Igen, tehát, hogy Samuel története. Samuelhez szólt Isten álmában, hogy Samuel. And then Samuel ran to Eli. És Eliás főpaphoz ment. Samuel, hogy itt vagyok. And Eli said to him. Eli said to Samuel. Eliás főpap mondta neki. I didn't call you, go and sleep. Nem én hívtalak téged, menj vissza aludni. And God called him again. És Sámuelt ismét hívta Isten. Samuel. And then he ran again to Eli. És megint Eliás főpaphoz ment. Eli said, I didn't call you. Nem hívtalak téged. You would have expected. We would have expected. I expect. Már vártam volna. That God would have said to Samuel. Valószínű, hogy Isten hívott téged. It is not Eli calling you, it is me, God. Igen, és azt mondja Isten, hogy nem Eliás főpap hív, hanem én hívlak téged. But you see, God does not break authority. Úgyhogy nem, Isten nem szegi meg a törvényt. It is Eli who must release. It is Eli who must release Samuel. Eliás főpapnak kell elengednie Sámuelt. God respects authority. Úgyhogy Isten tiszteli a törvényt. So he now told Samuel. Úgyhogy mondja Samuel. Eli told Samuel. Eliás mondta Samuelnek. If God calls you again.
Hogyha Isten megint szólít téged, say to him, mondd neki, he said, speak, Lord, szólj, Uram, for your servant heareth, mert hallja a te szolgád. So Samuel went to lie down. Úgyhogy Samuel ismét lefeküdt. And God spoke to him again. És Isten megint szólt hozzá. And from then on, és ezután, God began to speak to him. Ezután Isten kezdett beszélni hozzá. God respects authority. Úgyhogy Isten tiszteli a törvényt. He's not the only one. Úgyhogy nem csak ő az egyetlen. Even Jesus too respects authority. Jézus is tiszteli a törvényt. When you find a person who disregards authority, amikor találsz egy olyan embert, aki nem, who does not follow, aki nem követi a törvényeket, who refuses to submit, aki visszautasítja, hogy hogy odaszállja magát, that person cannot be used by God. Az az ember, azt az embert nem tudja használni Isten. He cannot be rekindled. Őt nem tudja újra éleszteni a tűzzel. You remember in Matthew chapter 3? You remember in Matthew chapter 3? Máté 3-as fejezetében Jesus traveled. Jézus utazott. From Galilee. Galileából. To Jordan. Jordánia. To be baptized. Hogy megkeresztelkedjen. When he got there. És amikor odaért a Jordánhoz, John the Baptist was able to recognize. Akkor keresztelő János már fölismerte. No. He said that I need to be baptized by you. Azt mondja Jézus neki, hogy nekem kell megkeresztelkednem. How can you come to me? Azt mondja János, how can you, Jesus, hogy come to me? Nekem kéne megkeresztelkednem. Hogy lehet az, hogy Jézus jön hozzám? I don't know if you remember what Jesus said. I'm saying, I'm preaching. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy Jézus mit mondta. Jesus erre. Said, Jézus azt mondta. He said, yes, it's true. Igen, igazad van. He said, but we have to fulfill all righteousness. Igen, de be kell teljesítenünk Isten akaratát. If a man does not fulfill all righteousness, hogyha valaki nem in submitting, Isten akaratát az odaszállásban, it's difficult to be rekindled. Akkor nem is tud újra éledni, nem is tudja újra szítani ezt a tüzet benne. Praise the Lord. Every man used by God, mindenkit használ Isten, fulfills these two roles. Aki beteljesíti ezt a két szabályt. Before you are rekindled. Mielőtt újra tudna lombanni benned ez a tűz. I want to suggest, azt szeretném javasolni, that you look into these two areas. Hogy erre a két szabályra néz. Are you lazy about the work of God? Lusta vagy-e Istennek a munkájában? Is it the last thing you think about? Vagy ez az utolsó dolog, amire gondolsz? Remember what the Bible says. Emlékezz arra, amit a Biblia mond. Seek ye first. Seek first. Gyorsan keresd. The kingdom of God. Keressétek az Isten országát. And his righteousness. És az ő igazságát. Not second. Először keressétek Isten országát és igazságát. It has to be first. És ez lesz, ennek az elsőnek kell lennie. In Jesus' mighty name. And then the next thing you need to look at. És a következő dolog, amire néznünk kell. Before you can talk about rekindling. Mielőtt erről a az újra tüzesedésről tudunk beszélni. I'm sorry. What a good word. Rekindling. There's no Hungarian name for it. But to create something. Oh Lord. Okay, before you can talk about rekindling. What can I talk about? Revival. Okay. Revival. Now, before you can, az újraéledésről beszélünk. Before you can talk about God reviving you. Mert újra élesz bennünket Isten. You need to check that you, what does he want to revive you for? Why would God revive you? Hogy miért akar téged Isten újraéleszteni? To sit down. Hogy leülje. You don't do the work. Hogy ne sétálj. Why would he revive you? Miért akar engem újra éleszteni? If you are going to be lazy about the work. Hogyha én lusta vagyok Isten munkájában, akkor semmi értelme nincsen. Even the anointing is to work. A
még a kenetet is azoknak adják, akik dolgozni akarnak és menni. The anointing is not a decoration. A kenet az nem egy dekoráció. Something you just say, well, I'm anointed and you sit down. Azt mondják, hogy na, akkor én már föl vagyok kenve, akkor leülök. I have fire and I'm sitting down. Van tüzem, és mégis ülök. No. Ilyen nem lehetséges. No, it doesn't happen. The other thing you need to look at again, a másik dolog, amire nézünk el, is that are you under authority? Hogy tiszteljük-e a törvényt. Do you know that a man under authority is tied down? Hogy aki ugye tiszteli a törvényt, az úgymond le van kötve. Whenever I look about, I think about somebody who is tied down. Amikor valakire nézek, aki úgymond le van kötve. I remember when Jesus Christ said. Akkor arra emlékezek, mikor Jézus mondta. In Mark chapter 11. A Márk 9-es fejezetében. Verses 1 and 2. 11-es yeah. fejezetében. Verses 1 and 2. Az első és második versben. He told his disciples. Azt mondta a tanítványainak. He said, go into the village. Menjetek a faluba. He said, you will find, he was about to enter Jerusalem. He needed a donkey to ride to Jerusalem. Igen, menjetek a faluba, mert ugye be akart menni Jeruzsálembe, és szüksége volt egy szamára. He said, if you enter that village, hogyha bementek ebbe a faluba, you will find a donkey. Találtak egy szamarat. Tied down. Ami le van kötve. If you are not tied down. Hogyha nem vagyunk lekötve. You cannot be useful to Jesus. Akkor nem tudunk hasznosak lenni you Jézusnak. You have to be tied down. Le kell, hogy legyünk kötve. Paul was tied down. Még Pál is le volt Paul kötve. The apostle. He was tied down. With all the grace upon his life. Az összes kegyelemmel az életében. With all his anointing. Minden fölkenetésével. He always had to report to James. He had to report to James. Jánosnak kellett jelentenie. James and the elders in Jerusalem. És a véneknek Jeruzsálemben. After he has gone round. Miután körbejárt. He was under authority. Akkor már törvény alatt volt. We have seen that Samuel too was under the authority of Eli. Már láttuk azt, hogy ugye Elizeus illésnek a törvénye. And you know that even Elisha. Még Elizeus is. Before he started his ministry. Mielőtt elkezdte a szolgálatát. He had to request for permission from his parents. Engedélyt kellett kérnie. Before he followed Elijah. A szüleitől, mielőtt követte volna illést. Tehát Elizeus engedélyt kért a szüleitől, hogy kövesse illést. Praise the Lord. Now, I have looked at just verse 1 so that we can know that it's very, very important. John? I don't know if we will have more time to go into the rest. Sir? Okay. Verse 2. Let's quickly look at verse 2. Luke? No, verse 2. I will no talk to okay. I'm talking. I'm okay, preaching. Okay. Let's look at verse 2. Nézzük meg a második verset. In that verse 2. Ebben a második versben. We see that God appears to Moses. Látjuk, hogy Isten megjelenik Mózesnek. In a burning bush experience. Egy égő csipkebokorban. I know that there is a burning. I know that it's a burning in their hearts. Tudom, hogy van, tehát hogy tűz van a szívünkben. When Jesus Christ ministers to us. Amikor Jézus szolgál felénk. You remember? Emlékeztek rá? In Luke chapter 24. A Lukács 24. fejezetében. Verse 32. A 32. 32-es versben. When the two disciples were going to Emmaus. Amikor a két tanítvány ment Emmausba. Emmaus. Jesus Christ joined them. Emmausba mentek Jeruzsálemből. Jézus Krisztus csatlakozott hozzájuk and az began úton. To speak to them. És elkezdett hozzájuk beszélni. Their heart was burning. És elkezdett lángolni a szívük. My prayer this weekend for you. És azért imádkozok ezen a that the Lord will light a burning fire.
hogy egy ilyen égő csipkebokrot in your heart, in my heart, even in these 3 days. Remember, we are talking about consecration. We are talking about drawing near. Az önátadásról beszéltünk. Amen. Let's go at verse 3 quickly. Then Moses said, és akkor Mózes azt mondta, I will now turn aside. I will now turn aside. Verse 3. Oda megyek és megnézem ezt a látványt. Consecration. Ez az önátadás. Does not start after the conference. Nem a konferencia után fog. It starts now. Most kezdődik el ez az önátadás. Moses said. Mózes azt mondta. I will now. Most fogom megtenni. Not later. Nem később. He said, now I will turn aside. Mert lehet, hogy később már megfordulnék. We must seize spiritual opportunity immediately. Most kell megragadnunk ezt a Szentléleknek a lehetőségét. There are some decisions you must make. Van néhány döntés, amit most kell meghozni, mielőtt elhagyjuk ezt az alkalmat. There are some resolutions you need to make. Néhány döntést meg kell hozni. There are some things you need to sort out in prayer. Vannak olyan dolgok, amiket el kell hagynunk. There are some things you must settle with Jesus. És hogy Jézus elé kell vinnünk ezeket. Not later. Nem now, később, now, hanem most. We must discuss things with him. Meg kell beszélnünk vele a dolgokat. The Bible said, azt mondja az ima, I will now turn aside. Most odafordulok. You can't postpone it. Nem tudod elhalasztani ezt a, ezt az odamenést, odafordulást. He turned aside from following the sheep. És elfordult attól, hogy kövesse a bárányokat. He did not allow any distraction. És már nem engedett meg semmi fajta olyan dolgot, ami elvonja figyelmét. He was seeking God. Hanem Istent kereste. This call this weekend. Ezen a héten, ezen a hétvégén ez az elhívás. In this conference. Ezen a konferencián. Is to a seeking missionary. Hogy ez a hívás az őt kereső misszionáriusoknak van. I pray in Jesus' name. Imádkozok Jézus nevében. That the grace. Hogy a kegyelem. To seek after Jesus. Hogy keressük Jézust. You will release it upon us. In the name of Jesus. Now, look at verse 4. Nézzük a 4-es verset. Are you in verse 4? Look at verse 4. And the Bible says. És azt mondja az írás. Will you read your own? Just the first line. Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, szólította Isten a csipkebokor közepéből, és azt mondta, Mózes, Mózes. Bonita, read your own, just the first line. When the Lord saw that he turned aside to see, okay. God called to him out of the bush. Note that. He said, when God saw that he turned aside, then he spoke. I want us to know that every one of us are here before God, including those of us watching over the internet. Most szeretném, ha tudnánk, hogy mindannyian itt vagyunk most Isten előtt. The Lord is watching us closely. Itt, tehát hogy figyel bennünket Isten. All things are naked. Mindenki. Before God. Mindenki mezítelenül van He Isten sees előtt, into our hearts. Mert a szívünkbe lát Isten. If you are ready tonight. Hogyha készek vagytok ma este, to turn aside, hogy odaforduljatok, to begin to reevaluate, hogy újraértékeljétek to az begin életeteket, to discuss with God critically, hogy tényleg megbeszéljétek Istennel ezeket. And say, Lord God Almighty, akkor Isten a mindenható. These are the reasons why I am not on fire for you. Isten, mindenható Isten, ezek azok az okok, amiért én most nem lángolok, érted? The Lord will do something. Fog, won't do. He will do something. He will do. Úgyhogy biztos, hogy fog tenni valamit. Do you know?
Tudom-e? The fire in heaven. Hogy a mennyei tűz. God does not need it. Hogy Istennek nincs szüksége rá. It is you and I. Mi vagyunk ketten. That need fire. Akiknek szükségük van. Fire comes. Először jön a tűz. When we turn aside. Akkor jön a tűz, amikor odafordulunk. When we are consecrated. Amikor odaszálljuk magunkat. The Bible says. Azt mondja az írás. Then and only then. Csak akkor. Did God speak. Kezd el Isten beszélni. If you want to hear God speak to you. Hogyha azt akarod, hogy hallani akarod you Isten beszélni. You cannot continue the same way. Nem folytathatod ugyanazt you have az to utat. Turn aside. Hanem el kell fordulnod. Turn away irányába. From the way you have been going. Fordulj el arról az útról, ahol jártál. Turn aside. És fordulj felé. Turn aside in quiet time. Turn aside in quiet time. In, tehát, hogy gyorsan fordulj oda. Turn aside in the place of prayer. Állj félre, és imádkozz. Turn aside in worship. És dicsőíts. Be alone with him. Legyél vele egyedül. Uh-huh. Then he will speak. És akkor majd fog hozzád beszélni. Then and only then did God call out to Moses. És csak akkor beszélt Isten Mózeshez. Can I ask you a question? Kérdezhetek-e valamit? Supposing Moses did not turn. Mi lett volna, hogyha Mózes nem fordul oda? If he had ignored the bush. Hogyha figyelmen kívül hagyja azt a bokrot. And concluded that it was not worth the effort. És arra jut, hogy nem éri meg a fáradtságot. What would God have done? Mit tett volna Isten? God would have ignored him too. God would have ignored him too. Akkor Isten is azt mondta volna, hogy nem veszi figyelembe. I pray in Jesus' mighty name. Imádkozok. Because I have prayed for myself before coming. Imádkoztam magamért. That I will not ignore. Hogy soha nem fogom figyelmen what God kívül. Wants to do in my life. Figyelmen kívül hagyni, amit Isten akar tenni az én életem. I have made up my mind. Elhatároztam magamat. And these are prayers I have prayed. És ezek ez az ima, amit én imádkoztam. For every one of us. Mindenkiért. But also for my own self. És magamért is. That Lord. Hogy az Úr. My consecration will change. Hogy az én önátadásomat és változtassa és mélyebbé tegye. We don't need another conference. We don't need another conference. Nincs szükségünk egy másik konferenciára. In fact. Hanem valójában. When we come next year. Amikor következő alkalommal. We should be giving testimonies. Akkor tanúságot kell tennünk. Of what God has done. Hogy mit tett Isten az életünkben. In our lives. Ez alatt az év alatt. By virtue of the increased consecration. Úgy, hogy még jobban odaadjuk magunkat Istennek. In Jesus' mighty name. Amen. And then finally I want us to look at verse 5. És most végül nézzük meg az ötös verset. Then God calls out to Moses. És azt mondja Isten Mózesnek. And he has two instructions. Két mondata van számára. Do not draw near. Ne gyere közelem. He said, do not draw near. Ne gyere közelem. And then take off your shoes. És vedd le a sarudat. And what does that mean? És mit jelent ez? The truth is this. Ez az igazság. God is holy. Mert Isten szent. Man is not holy. És az ember pedig nem szent. Therefore. És ezért. Man must keep a distance from God. Az embernek bizonyos távolságot kell tartani But Istentől. Blessed be the name of God. De legyen áldott Isten neve. Blessed be the name of the Lord. Legyen áldott Isten neve. And thanking God for the Lord Jesus Christ. És hálát adunk Jézusnak. And the gospel of grace. És a kegyelem evangéliuma. It has changed everything. Ez megváltoztatott mindent. Now. Most. The gospel says. Azt mondja az evangélium. Come unto me. Hogy gyertek hozzám. All ye that labor. Azok, akik megfáradtak. And a heavy laden. Megfáradtatok. Before. Mielőtt. In the days of Moses. Ezek előtt. It is stay away.
Még az volt, hogy maradj távol, állj meg ott, ahol vagy. But because of the sacrifice of Jesus. De Jézusnak a kereszthalála miatt. On the cross of Calvary. A kereszten. We are now able to come to him. Most már Jézushoz tudunk menni. In fact, the Bible says. A Biblia mondja. In Hebrews chapter 4. A zsidókhoz írt levél 4-es fejezetében. Verse 16. Az 16-os versnél. It says, come boldly onto the throne of grace. Come boldly onto the throne of grace. Menjetek úgy, ahogy vagytok, a kegyelem trónusához. Where you will find grace. Ahol majd kegyelmet találtok. And obtain mercy. Obtain mercy. És for help. Kegyelemért folyamodhattok. I'm sorry, I should use simple ones, I don't know. Anyway, for the time of, I'll find help for the time of need. Igen, és segítséget kérhettek. Meaning what? Meaning magyar what? What does that mean? Sorry. Ja, igen. What does that mean? Mit jelent ez? It means. Ez azt jelenti? That you and I. Hogy te és we have access to Jesus. Hogy oda mehetünk Jézushoz. We can go to him today, now. Ma is, most is oda mehetünk Jézushoz. And say to him, Lord. És azt is mondhatjuk neki, Uram. I want to serve you. Szeretnélek téged szolgálni. I need fire in my life. Szükségem van a tűzre az életemben. Send down your fire into my life. Küld el a tüzet az én életemben. We don't need a preacher. We don't need a preacher. Nem. We don't need a pastor. Igen, nem pásztorokra van szükség. To do it for us. Hogy ők csinálják helyettünk. We can do it ourselves. Mi is meg tudjuk csinálni. He said, come unto me. Azt mondta Jézus, hogy jöjjetek hozzá. That is the beauty of consecration. Ez a szépsége annak, hogyha önátadásban vagyunk. That you can draw near to the Lord. Hogy egészen közel mehetünk Istenhez. Thank God. Do you just want to say thank God for the gospel of grace? Köszönjük Istenünk a... You want to say thank you for Jesus. Thank you. Köszönjük Jézus. Praise the Lord. Then he says to him, take off your shoes. És aztán azt mondja neki, hogy vedd le a sarudat. And what does shoes represent? És mit jelent, mit képviselnek ezek a cipők? You see, shoes represent self-activity. A saru, it represents self or self-activity. A saru az akkor a tevékenységünket szimbolizálja. Shoes are something you put on. A cipő az, amit fölveszünk. It is man that does it. Ez egy olyan dolog, amit az ember készít. We were not born with shoes. Nem ezzel születünk. We put shoes on. Hanem fölvesszük. And it is a sign of hurrying, running up and down. És ez a kemény munkának a jele, hogy fölvesszük a sarut. Self. Önmagunk. And God. És Isten. They do not mix. Ezeket nem tudjuk összekeverni. It's not possible. Ez nem lehetséges. In Romans chapter 8. A rómaiakhoz írt levélben 8-as fejezetben. Verses 7 and 8. 7-es, 8-as versben. He says to us that the carnal mind, the fleshy mind is an enemy to God. A test szerint való gondolkodás az Istennek az ellensége. Then he goes on to say. És aztán azt mondja. They that are in the flesh. Azok, akik test szerint vannak. Cannot please God. Azok nem nincsenek Isten örömére. Shoes represent self-activity. Úgyhogy a cipők azok önmagunkat jelképezik a. It must, you must take it off. Úgyhogy ezt le kell vennünk. So that there can be true attitude of worship. És akkor ezután van igazi odafordul, lehet igazi odafordulásunk, hogy dicsérjük Isten. Take off your shoes. Vedd le a cipődet. Which represent the energy of the flesh. Oh dear, do you understand? Tehát, hogy that is your brain, you are thinking, you are doing things without the spirit. A test szerint való dolgokat ekkor vetjük le, amikor levesszük a cipő. We must have a true attitude of worship. Egy igazi odaszállás kell a dicsérethez. Self does activity first and then worship. Tehát, hogy az self
Flesh. Igen, tehát a test először leveszi. Activity. Igen, tehát először cselekszik, és akkor utána pedig dicséri Isten. Yes. You see, but it must be worship first, and then service. Azt mondja az igen, hogy először dicsérd Isten, és utána szolgálj. That is why it is wrong. Ezért ez nem helyes. For church workers. Akik a templomba járók. To come to church. Hogy elmennek a templomba. To serve. Hogy szolgáljanak. Without worshiping first. Hogy mielőtt először dicsérnék Isten. You must have worshiped God at home. Először dicsérd Istent otthon. You see, when choristers, choir, sing to God, Istennek énekelnek, lead us all in worship, és ők bevezetnek bennünket a dicsőítésben, and they have not worshiped at home, és nem dicsőítettek otthon előtte, it is not good. Az nem jó. Worship first. Először dicsőíts, then you serve. És utána szolgálj. We see an example of that. Látunk erre egy példát. Because of time, we may not be able to open the scriptures. Mert nem tudjuk most kinyitni ugye a Yes, but Bibliát. If you look at, you can write it down, Luke chapter 10. Le tudjuk írni, Lukács evangélium 10-es 38-42. 38-42-ig. Jesus Christ enters the home of Martha. Mary and Martha. Mártának és Máriának az otthonát meglátogatja Jézus. And Martha was busy. Márta tüsténkedett minden elem. Going all over the place. Mindenhova járkált, csepregetett. But Mary sat down. De Mária leült Jézus lábához. And she was listening to Jesus. És figyelt és hallgatta Jézus tanítását. Martha comes to Jesus. És Márta oda ment Jézushoz. Jesus. Jézus. Look at my sister sitting down. Nézd, ahogy Márta, Mária ott ül. And I'm running all over the place. És ő nem segít nekem. Come on, tell her to come and help me. Mondd neki, hogy jöjjön és segítsen nekem. I'm sure you remember the response of Jesus. Biztos vagyok benne, hogy tudjátok, hogy mit mondott neki Jézus. Márta, Márta. Márta, Márta. You are too worried. Túlságosan aggódsz. And troubled. És sok minden nyomaszt. About many things. Sok-sok minden nyomaszt. You see, but one thing is needful. De egy dolog, ami szükséges. Worshiping me. Hogy engem imádj. And Mary. És Mária. Has taken that. És Mária a jobbik részt választotta. Only one thing is needful. Csak ez az egy darab szükséges. Remember, we mentioned that too last time. És a legutóbb említettük. When we spoke about seeking God first. Hogy először Istent keressük. One thing is needful. Egy dologra van szüksége. And I pray that the Lord will reveal it to us. Praise the Lord. Do you know that? Tudjuk-e? That the man of God. Hogy az Isten embere? Is more important than the work. Is more important than the work of God. Hogy az Isten embere fontosabb, mint Istennek a munkája. God will rather delay his work. God will rather delay his work. Isten inkább kisleteti az ő munkáját. Than send a Martha to the field. Mint hogy elküldjön egy Mártát az aratásba. A Martha going to on as a missionary. Hogyha Márta elmegy egy misszióba, who has not worshipped, aki nem dicsőíti és nem ül oda, and is just serving in the mission field, és csak szolgál egy folytában, is a distraction. Az elvonja a figyelmét. God will not bless that work. Nem fogja Isten megáldani ezt a worship first. Először dicsőíteni kell. Praise the name of the Lord. Now we also see. És azt is látjuk. He said, take off your shoes. Vesd le a sarudat. That is related to our Christian work.
ez is kapcsolódhat a mi keresztény munkánkhoz. There must be a change the way you and I walk. Kell egy változást hozni abban, ahogy mi járjuk az utunkat. And he is saying to Moses. És mondja Mózesnek. There must be a change. Kell egy változás. In the way you are walking with me. Abban, ahogy te követsz engem. You know, when we take off our shoes now. Hogyha levesszük most a cipőnket. You know, we will be more careful about where we are going. Akkor biztos, hogy óvatosabban. We must be careful not to step on sharp stones. Biztos, hogy vigyáznánk arra, we don't want to step on glass. Hogy nehogy üvegre lépjünk, vagy éles kövekre. We don't want to step on dog poo. Nem akarunk kutyak, akiba lépni. We are careful. We are looking. We are careful. Vigyázzunk a lépteinkre. God will have us to. És Isten is vigyázni to fog slow down. Azt mondja, hogy lassan. And be watchful about where we are going. És nézd, hogy hova megyünk együtt. In Ephesians chapter 5, verse 15. Az Efezusi levél 5-ös fejezetben. It says, so walk carefully. Hogy óvatosan járjatok. Live your life wisely. És bölcsen éljetek az életeteket. Don't live it foolishly. Ne ostobán éljetek. Because the Holy Spirit lives in you and I. Mert a Szentlélek él bennetek. There we ought to slow down and listen to the Holy Spirit. Hogy le kell lassítanunk és give a Szentlélekre. Give God time to speak to you and I. A Szentlélekre figyelve Istennek időt adni, hogy beszéljen hozzá. You must be cautious. Óvatosnak kell. You must be watchful. És körültekintően. About sin. A bűnnel kapcsolatban. Take off your shoes. Vesd le a sarokat. When you take off your shoes, you are careful. Amikor leveszed a cipőt, you are careful about what you say. Akkor elkezdesz you are careful óvatos lenni. About what you do. Hogy mit látsz és mit teszel. So that you don't sin. És akkor nem fogsz vétkezni. Sin kills fire. Mert a bűn megöli a tüzet. It is consecration. Az önátadás. That increases our faith. Az, ami táplálja a hitünket. And removes doubt. És a kétségeket eltünteti. It is consecration, a drawing near to God. Az önátadás az, ami közel visz minket Istenhez. That destroys discouragement and brings encouragement. Ami az erőtlenséget és a bátortalanságot bátorsággá változtatja. It is in consecration, drawing near. Az önátadás az. That God anoints and empowers us. Amin keresztül bennünket Isten felkent és erőt ad. It is in reconsecration. És csak az önátadásban van that ez. He releases fire into our lives. És amiben ő ki tudja, el tudja küldeni az ő tüzét. Spiritually? Ő lelkileg. Or physically? És fizikailag no is. No one goes to warfare. No soldier goes to war. Senki nem megy a háborúba. And pays himself. And receive and gives himself salary. És ad magának pénzt. No. God must give him, God must equip him. Igen. Tehát, hogy senki nem megy háborúba védőfelszerelés nélkül, hanem Isten az, aki felfegyverez bennünket. It is in consecration. És ez van benne az önátadásban. That you receive your rod. Moses received his rod. Mózes is megkapta az in consecration. Az önátadásban. Abraham received his faith. Abraham megkapta a in consecration. Az önátadásban. Even Jesus. És még Jézus is. Received grace without measure. Határtalan kegyelmet kapott. In consecration. Az önátadásban. Do you know that the word of Samuel never fell to the ground? The words of Samuel. A Sámuelnek a. It never fell to the ground. Sámuelnek a szava. The word of Samuel always came to pass. Tehát Sámuelnek a szava mindig teljesült. Because God made him a prophet. God made him a prophet. Mert ő profétává tette Sámuelt. You will find your unique rod. Meg fogod találni a saját utadat. Your unique fire. A te saját tüzedet. In consecration.
ebben az önátadásban. You see, when we want fire, miért akarjuk ezt a tüzet? We don't move away from God. Nem akarunk elmenni. We'll run to God. We'll run to Him. Oda futunk hozzá. And we embrace Him. És átöleljük őt. So that He can give us fire. És akkor tud nekünk tüzet adni. In Jesus' mighty name. Amen. One last one that I'd like to share with us, which I find very, very good, és még is egy in dolgot. Exodus chapter 4, verse 10. Kivonulás könyve. You read it, and then Bonita too will read it. 4, verse 10. Read verse 4, verse 10, verse 11, verse 12. 10-12-ig. Mózes erre azt mondta, kérlek, Uram, nem vagyok én a szavak embere sem tegnap előtt nem voltam az, sem azelőtt, mielőtt szolgáddal beszéltél volna. Nehéz ajkú, nehéz beszédű ember vagyok én. Az Úr azt felelte neki, ki teremtett száját az embernek, vagy ki tesz némává és siketté, látóvá és vakká? Nem én az Úr. Menj hát tehát, és én pedig száddal leszek, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Bonita. Exodus 4:10. 11 and 12. But Moses said to the Lord, "Oh my Lord, I'm not eloquent either in the past or since you have spoken to your servant, but I'm slow of speech and of touch." 11. Then the Lord said to him, "Who has made man's mouth? Who makes him mute, or deaf, or seeing, or blind? Is it not I, the Lord?" Verse 12. Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall speak. Can you see that? He said, "What is your challenge? What is your challenge? I don't want to use problem. I want to say, what is your challenge? Mi a te kihívásod? Mi az, ami kihívás elé állít? What is it that you are afraid of? Mi az, amitől félsz? Moses couldn't speak. Azt mondja Mózes, hogy ő nem tud beszélni. God said no problem. Azt mondja Isten, semmi probléma. I will go with you. Veled vagyok, veled megyek. I will be with your inadequacy. Ebben a te erőtlenségedben leszek veled. I will be with your mouth. És a száddal leszek. Can you imagine? El tudod képzelni? Remember, our God is a consuming fire. Isten az egy ilyen elemésztő tűz. When the consuming fire is with your mouth. When the consuming fire is with your mouth. Amikor ez az elemésztő tűz a te száddal van. Then there are no nations who have to bow. Úgyhogy akkor semmitől sem kell aggódnom. Souls have to be saved. Akkor meg lesznek mentve a lelked. Disciples will be made. És akkor a tanítványokat és misszionáriusokat fogunk képezni. And all of this és mindez comes through consecration. És ez mind az önátadás miatt van. I don't know whether you have it in Czech. I don't know, I'm only Czech. Hungarian language. There's a hymn writer. A songwriter. Igen. Tehát, hogy van egy zeneszerző. He said, "I am thine, O Lord. I have heard thy voice." I am thine, O Lord. I have heard thy voice. Meghallottam a te szavadat. Okay. Now, the second stanza says. És a második vers szakasz. Of that song. Ennek a consecrate me now. Hadd adjam át magam. Consecrate me now to thy service, Lord. Igen, tehát by the power of grace divine. Formáld a lelkemet, hogy ő tudjanak téged követni és szolgálni téged. Let my soul look up. Hadd tekintsen föl rád az én lelkem. With a steadfast hope. Egy megingathatatlan hittel. And my will. És az én akaratom. Remember, that's what we describe. Remember, that's how we described consecration. You have no will anymore. Uh-huh.
És ahogy emlékszünk, hogy már nem a mi akaratunk van, hanem az ő akarata teljesül. And my will be lost in you. És hogy az én akaratom veszten el benne. It is only then you can sing. Draw me nearer. És ekkor tudjuk utána énekelni, hogy vonj magadhoz. Nearer, blessed Lord. Áldott Isten. Amen. I don't know if anyone wants to pray that prayer now. And all you are saying is, Father, draw me nearer to you. Consecrate me, Lord. Let's bow our heads as we pray. Please talk to the Lord and say, Father, Atyám, please draw me closer to you. Vonj magadhoz közelebb. This evening, let me see your compassion. Hadd lássam ma este a te szenvedélyedet, a te kegyelmedet. In Jesus' mighty name. A te könyörületedet. Please, let's talk to the Lord. God can do this in our life. Isten he can do it in your life, he can do it in my life. Make up your mind, my brother. Make up my mind, your mind, my sister. Határozd el magadat ma este. Tell the Lord. Mondd az Úrnak. I want there to be a change. Most akarom ezt a változást. This weekend. Ezen a hétvégén. Must not pass me by. Hogy ez ne csak elteljen. Revive me again. Will you not revive me again? Élesz újra engem. Please revive me again. Adj nekem új életet. In Jesus' mighty name. Jézus nevében. Merci, Karaba, Santa Raba. Father, revive me, revive me, revive me. In Jesus' name we pray. Amen. In Matthew chapter 15, verse 13. Máté 15-ös fejezetében, 13-as vers. He says that whatever my father did not plant, hogy amit az én atyám nem ültetett, shall be rooted out. Azt ki fogják vetni. Jesus did not plant discouragement. A bátortalanságot, erőtlenséget Jézus nem akarta. He did not plant fear. A félelmet nem ültette. He did not plant timidity. A félénkséget nem ültette. We are not supposed to be afraid. Nem kell félni. If such is in our lives, hogyha ez let's benne root van it out. Az élet, let's root it out now. Akkor ezt hadd tépjük Father, Isten. Every discouragement, Atyám, minden bátortalanságot, minden félelmet, every timidity, minden félénkséget, in the name of Jesus, Jézus nevében, please root it out in Jesus' name. Kérlek, hogy így anything that will not allow your fire to fall in my life, és hadd jöjjön ez a tűz. Root it out in the name of Jesus. Everything that is self, minden, ami én vagyok, self-activity, minden, ami rólam szól, sin, carnality, ami root nem it out in Jesus' name. A szed ki Jézus nevében. Thank you. Köszönöm. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Please, let's just two more prayer points. I want you to pray. Jesus Christ told us in Matthew 3:11. Máté 3-as fejezetében, 11-es versben mondja Jézus, that he is the baptizer in the Holy Spirit. Hogy ő az, aki megkeresztel minket a Szentlélekkel. He said, he will baptize you with Holy Ghost. És ő, ahogy megkeresztel minket and a Szentlélekkel, akkor tüzet kapunk. We need fire. Mert szükségünk van a tűzre. It doesn't matter where you are. Nem számít, hogy hol vagy. In your walk with God. A szolgálatodban. You need fire. Szükséged van. I tűzre. Need fire. Nekem the person beside you needs fire. Do you want us? Let's call upon the Lord and say, fire, baptize me this night. Please pour your spirit upon me. Pour your fire upon me. Áraszt ki rám, Uram, a te szent tizedet. In the name of Jesus. Jézus nevében. Please, Lord. Don't leave me like you find me. Ne hagyj úgy, ahogy megtaláltál. I have come to you tonight. Hozzád jövök ma este. Have mercy upon my life. Könyörülj az én életemet. Pour your fire into me. Töltsd ki rám a te tüzedet. Let fire be in my mouth. Tüzesítsd át az én számot. Let fire be in my heart.
Rekindle my desire. Revive me afresh. In Jesus' name we pray. Amen. Finally, I want us to pray. Lord, I have come to my turning point. Moses came to his own turning point. And then he said, I will no longer be called the son of Pharaoh's daughter. It's no longer money. It's not money. I refuse money. I refuse position. I refuse anything. Brethren, we too have come to the turning point of our life. Let's tell the Lord. Open my eyes, O God. That this weekend will not just be an ordinary weekend. I too, let me see what Moses saw. What did Moses see? Oh, my Father, help me too. I want to make a decision for you. In the name of Jesus. Thank you, my Father. Blessed be your holy name. In Jesus' mighty name, we pray. Amen.